Az utolsó előtti lépést is magabiztosan tette meg a bajnoki cím felé vezető úton a kisvárdai KC. Igaz, a Szent István ese elleni hazai meccsen a hölgyek ráijesztettek Rácz Sándor szakmai igazgatóra, mivel negyed óra elteltével 7-2-re a vendégek vezettek. A Várda azonban rendezte a sorokat, a félidő végén már 15-13-ra vezetett, végül pedig 35-24-re nyertek lévaiék. Mivel az Éllovas Eszterházi és a Kispest is győzött, az utolsó forduló előtt egyszerű a képlet. A Kisvárda Eszterházi meccs győztese a bajnok, döntetlen esetén pedig a Kispest ölébe hullhat az aranyérem. A várdaiak természetesen csak egy eredményt tudnak elképzelni a rutinos játékosokat felvonultató egriek ellen. Hát az ellenfél tudjuk, hogy öröklött már egy NB1-es tapasztalatot, egy NB1-es ritmus, egy NB1-es dinamika jellemzőket, még hogyha néhány játékos cserélődött is azóta. Sok mindenbe össze lehet vetni a két csapatot, ők most a vége felé hibáztak kettőt, mi egy hibánk van, ugye egy gólos. Talán nekik a palettájuk szűkebb, nekünk több játékosunk hazba vethetőbb, hogy hazai pálya, hát mi több meccset buktunk itthon egyel, mint idegenbe. Úgyhogy lehetne latolgatni. Én úgy gondolom, hogy 60 perc vonatkozásába ennek a csapatnak most ezt fel kell dolgozni, ezt a meccset. A találkozó fontosságát jelzi, hogy a szövetség döntése értelmében a legutóbbi férfi Magyar Kupa döntőn bíráskodó nemzetközi minősítésű Kékes Csaba Kékes Pál páros vezeti a mérkőzést. A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Kisvárdai Sportcsarnokban.